kiállítás, ami hát arról is szól, hogy milyen nehéz mostanában egy művész helyzetben, hogy műtermet keres, illetve az iparosodásnak egy mai modernizálásáról, hogy maguk a műhelyek átalakulnak, és hogy egyre inkább egy ilyen sterilebb térén állnak. Tehát azért van minden bevonítva ezzel a kis szalaggal, mert ez is ezt jelzi, hogy mennyire nem emberi, vagy nem lehet benne dolgozni, vagy nem tud működni egy ilyen tér. És igazából ez a tárgyak meg megjelennek. Ezeket én objekteknek nevezem, már ebből készülnek, vagy egy elemük már ebből készül. Mindegyiknek van egy valódi tárgy, jellege, amit én használok benne, akár egy kesztyű, egy karabinerem, akár ezek a levegőtömbbe csatlakozók. Ezek mind igazából olyan dolgok, amiket mi szobrászok használunk, amikor a szobrokat készítünk, és valójában az is fölmerül egyáltalán, mennyire egyéni ez a dolog, vagy mindenkire jellemző ezek az eszköznek a sokasága. Ezek, illetve az önműködő jelleg, amit most hallunk is, hogy van egy kompresszor győzítve, és ez vezérel lényegében két szobrot, amik az ember hiányát mutatják be, hogy már annyira átalakulnak a műhelyek, hogy lényegében nem is kell ott legyünk, és amelyekül is működnek, csak fölteszem a kérdést vele, hogy mennyire céltalan az egész. Mert egy pisztoly, ami a levegőbe fúj és mozog full értelmetlenül, vagy egy másik, ami megfúj egy nagyon fura kis gömböt. És igazából ennyi a lényeg. Előbb 2009-ben végzett itt a Szepreskembe főváros Terőzsgálai Péter tanítványaként, és én nagyon örülök, hogy újra itt láthatjuk a munkáit, és megkérdem most Zsigla Mónikát, hogy viselnök jelentésre. Nagyon jó az akusztik, akkor szóljatok egy felolvasós mondatot, azért elképzeltem, és nem lesz annyira hosszú. Urban előtt szobrászi praxisát alapjából határozza meg az egymásnak ellentmondó, egymásnak záró helyzetes szituációk tettenérése és rögzítése. Legújabb minimalista hangulatú kompozíciói a szobrászat fennkölt alagát, a véletlenül óta hivatkozott karalai mellben, iparilag előállított színek, polivérkányolatokkal állítottak. De a kiegyító térbe belépve mégsem a fennkölt és az ipari trash antagonisztikus ellentéte, vagy a mindennap és a művészi szándékolt keresztezésre ragadja el elsőként a figyelmet, hanem sokkal inkább az objektekből felépített installáció utopisztikus hangulata. Egy elképzelt jövőben állunk, egy elhagyott műterem műhely valóságában, ahol a magukra maradt tárgyak, szerszámok, a levetett munkáskabát és a magányosan szuszogó kompresszor az ember jelenléte nélkül csupán funkciót vesztett objektumokként vegetál. De a hibrid tárgyak és a padlón körülkerített szürke munkaterület sterilitása nem az elhagyatottság érzetét sugallja, hanem épp ellenkezőleg egy dehumanizált jövő valós vízióját tárja elénk. De mint amíg csak a dehumanizálás folyamatának kellős közepén érkeztünk volna. A high-tech térben, ugyanis itt-ott még fellelhető az emberekben átfogadt nyomó. A levetett munkáskabát és a munkavédelmi kormaz még a húsvér emberi test melegét őrzik. A márványra termett munkáskesztyű pedig azt a nyugtalanító érzést fokozza, hogy a térben alakuló high-tech szükséges és törvényszerű feltétele az emberi mikroorganizmusok még érvényes csirátlanítása. Az emberi test melegét és lenyomatát őrző egykoron textil, most márvány munkás kesztyű, a rákényszerített materiális átalakulás során örökre tartja a tárgyat az emberi kényelmet. A színes, márvány csatlakozókkal önmagukba visszaforduló struktúrák ezt a közösségi média és az online világ által előidézett OVF szindrómát háromdimenziós alakzatok formájában eleveníti meg a térben. A Pointless Connection végletekig összekuboncolódott tömlő gombolyagjának pneumatikus gyors csatlakozó elosztói, pedig a kibertérben alakuló, vélt vagy valós emberi kapcsolatok szimbólumaiként nyernek értelmet. És a narcizmus járvány terjedése közben a Floatinger kompresszorra kapcsolt, spiráltömlőn függő, sűrített levegős pisztolya pedig magányosan fújtak és rugózik a térben. Az együttesen és külön-külön valós társadalmi és személyiségpszichológiai jelenségeket abszoláló objektek
fosszilek módjára zárják magukba, az egykori rajtuk keresztül áramlott, időközben megszakadt, komolyták a folyamatok nyomait, és a folyamatok megszakadását követően végpontjainkon megkövesedett az immateriális emberi lenyomat. Az utóbbi a terében sétálva egyre víziósróban távolodunk a valóságtól, és a világi materiális mellett az immateriális folyamatok megkövülésének is tanulni lehetünk. Az emberi érzelmek tárgyasulnak, és mindent, ami még a térpontjain a valósághoz kapcsolódik, úgy mint vinnai kapcsoló, vagy a padlóhoz ragasztott szürke borkulat, azt veszélyre figyelmeztető sárga-fekete ragasztószalaggal kerítette körbe a művész. A berendezett utópiában minden tárgyasul és absztrahálódik, és ezen a talajvesztett ponton jutott eszünkbe a barkácsolás specialistája Lévi Strauss, aki a következő képen válaszolt a bármivel kapcsolatban feltett kérdésre. Mi lehet az akadálya annak, hogy bármely tárgyat tárgyasítsunk? És mi akadályoz meg bennünket abban, hogy bármely tárgyat redményének tekintsünk? A tárgyakban rejlő, lappangó lehetőségek nem szükségszerűen egyformán. Itt bizonyos tárgyakról van szó, bizonyos kontextusban. Bizonyos tárgyak, bizonyos kontextusban a köztük létesített viszony a szükségszerűség két fajtáját hozza dialektikus kapcsolatban. Az egyik a tárgyak egyediségéhez köthető, ami miatt már is nem bármi. A másik pedig a kontextusos struktúráihoz köthető, amelyekben átalakulnak, de amelyeket maguk is átalakítanak, ami miatt szintén nem bármi. Igényes játék ez, amit csak kettős tekintettel tudunk felfogni. Először egy egyedi, az eljárásra figyelő tekintettel, utána egy kiterjesztett, a paradigmára figyelő tekintettel. Azt kívánom, hogy ti is ilyen kettős tekintettel járjátok a térben, és ha felülkerekedtetek az utóbbi nyomásán, akkor lépjetek közelebb a kiállított tárgyak egyediségéhez. Bár még soha nem jutottam a korábban a kiállítását, és nagyon szeretem azt, és nagyon fontosnak tartom, ahogyan a szobrászat nyelvén abszolút aktuális társadalmi helyzetekről reflektál, például mint ahogy ebben a kiállításban is tetszik, az YZ generáció teljesen aktuális szindrómájára, ami a különböző közösségi fórumok által gerjesztődik. És nagyon szép az, hogy annak teljesen klasszikus szobrászatot, például szobrászat klasszikusan lehet arra, hogy már ötvözött, teljesen minden napon.